kezdődik! Afikázod a Nexovicsot, mikor lesz megint videó? Majd akkor lesz neked videó, ha majd egyszer! Tehát ez ilyen gaming dolog. Round 1, fight! Ha egy picit jobban bejön, megbasz. Jean Baluka, Domnán. És ez egy ilyen full üzleti ajánlat lenne, amit nem olvastam. Meleg szívű üdvözlet. Korábban írtam neked, de sajnálatos, hogy az e-mailemet nem kézbesítették neked. Mindazonáltal az alábbiakban ismét elküldöm neked. John Baluka Donne ügyvéd vagyok, valamint családjogi bírság, joghatósága területén dolgozó jogi szakember és ügyvéd. Ez meglehetősen normális e-mail. Kérem az ön hozzájárulását, hogy rokonaik legközelebbi képviselőként bemutatkozzam késő ügyfelemnek. Hát ez a késő ügyfelem. Késő ügyfel, ez vajon mi lehet? Igen, az ön országának születésnapjának, akinek hozzájárult a bevezetési betét készítéséhez. Durvul. Itt már a Google fordító így fogta a kávéját. Jó lesz ez, péntek van. 9 milliárd millió dollár. 9 milliárd millió. Az jó sok, várjál. A 9 milliárd mögé még mögé lesz 3 nullát, az nem is tudom. De ott ültek 9 millió. Ez hihető? Nem, én mellé még egy. Szeretném, ha a bal... Bal herrément, átoperáltatott, nem jobbra. Ez kérek öntön. Figyelj, ez nagyon beteg. 4000 dollárt. Igen. Szeretném, ha a bal alapot örököseként őrizetbe veszik, mielőtt azt pénzügyi társaság ügyvezető tisztviselői elkobozzák. Te ezt nem a GTA szerverő küldték neked? Figyelj, írt nekem, Lame Saba Kamis asszony vagyok. 65 éves, na, bázis, elefántos parton. Na végre valaki! Hogy kapcsolatba lépjek önnel, azzal a szándékommal, hogy pénzemet felhasználom, 2,5 millió dollár jótékonysági munkára az ön országában. Házas későn feleségem volt. Abdulla Kamis, aki az elefántcsontparti kormányzatot találkozott. Egy átment arabba! Egy picit Abdulla Kamis! Abdulla Kamis! Abdulla! Mielőtt néhány napos kórházban elpusztult volna. Tudni, nyilván néhány napos kórház. Én egy hónapos kórházban nem pusztultam el. Ez ilyen ideiglenes kórház volt, csak addig, hogy itt, amíg betegem. Merapták, hogy elpusztuljon, azt mentek tovább. Figyelj, aki szeretne, Oxfam Aid, gratulálunk. Az ön számláján szerepel az Oxfam díj kvalifikátorai között a 2020-as első köteget finanszírozási programban sikeresen nyerte meg az összesített összeget, 1 milliárd USD. Az Oxfam közössége adomány. Hello, néhány hónapja figyellek téged. A helyzet az, hogy rosszul vagyok, hogy programokkal... Néhány hónapra nézlek, amikor alszol. Figyelj, ez... Köszönöm a figyelmet. Gondoltam, nevelem a színvonalat. Igen. Meg mások ágyék méretét is. Nem tudom, olyan fáradt vagyok, hogy szükszönöm fáradt mindenféle retardát. Ágyék méretet. Potencia növelés Alexa, minden péntek délután 3-tól 5. Mennyi zsénk van? Figyelj, mert Typo, van 9000-ed, nem veszel egy loot droppot? Igen, de veszek, hogyha megtaláljuk majd a droppot. Hát egy shopot keressél. Hát csak egy shopot keresünk, csak előtte menjünk be a körbe. Mindjárt bent vagyunk a körbe. Én bármikor keresek egy shopot. Ó, hallod, itt van a zsebemben a shop. Akkor shop ki. Na. Shop ki. És a piros tulipánból fekete tulipán lesz, és arra pedig megy egy értékes. Round 2. Fight! Csekó Balázs, bocs, sziasztok, ja közben támogató lettem, csak Type-a éppen be volt szopódva GTA-ba. Nagyon szépen köszönjük, Balázs. Köszönjük, nem neked mondtam. Balázs, gondolom, ez Animal Crossingozik. Animal Crossingozik, és az MR.com legvégén ott googolt a gyerek a pokolba, vagy a bokorba. A pokolba. De ki az az idiót, akinek ez a game, hogy legugolod a végén is vár? Na, akinek nincs élete. Ja, mondta Alex, inventorizok, én most lerakom ezt egy picit, meg izé, nagyon na jó, kell a szünet. Én tudom, értem. Voltam egy nagy csomó lót. Hát de segboxodban remélem beletömted a dolgokat. Szétszórom a... Most aki nem vágja, miről van szos? A segboxodban. Amikor mondjuk egymásnak, hogy feldugtod a seggedbe, feligen.
Így kezdődik a misszió, hogy az értékes cuccokat. Hát mert az a lényeg, hogy van az a kis konténered, amit ki tudsz hozni akkor is, ha meghalsz. Tehát, hogyha meghalsz, az akkor is megmarad egy ilyen pici kis hely. Aha. És azt nevezzük seggbedugásnak, tehát, hogy hova beleraksz valamit, akkor azt feldugod a seggedbe, mert ki tudsz hozni. Belenéztem, és pont ezt mentetek egy kerítés mellett, és hát dug fel a seggedbe. De mi? Hát a termát. Tehát a termát nem fér be. A termát nem lehet földugni. Nem. Hogy hozott ki? Hogy hozott ki? Hogy hozott ki? Sima táskába? Hát a nagyon ügyes vagy. A fene? Hát mert nem lehet feldugni a izét. Pedig úgy akartam. És akkor így még mondtad is, a micsoda hülye koncepció ez. A legtöbb része nagyon jó volt annak a játéknak. Jó, de hogy így vizuálisan is nagyon tetszett. Én azt hittem, olyan lesz. Ó, mondom, hát ez tök menő. Nyilván kicsit jobban letisztítva, mert nem kell annyi sallang. Tehát ezt túlcsiszolták, gyerekek. Közmunkások rakták össze. Közmunkások jöttek, érted, és mit tudom én, a szövőnőket áthozták a, nem tudom, Lenin, második Lenin szövőgyárból, és beültették oda, hogy akkor figyú, rajzoljatok egy varázsgömböt meg. Te rajzoljál egy energiamezőt, és ahogy elképzeli egy, tudom én, 70 éves Monyika néni, milyen lett az energiamező, érted? Utoljára energiamezőt akkor látott, amikor a férje rá lehet egy kocsmázás után, érted? De... Múltkor volt egy ilyen gyámra rák meg ez gyerek, igen, elvertük a híd alatt. De nem GTRP-ben, hanem az életben. Hát nem az... Lesz ma GTA. Hát az már olyan volt a múltkora... Köszönjük egy kávét, bocsi. ...adás, az olyan volt, mint egy akciófilm. Aki ott volt, az tudja. Aki nem, az nem tudja. Az nem tudja, de majd... De. Ami szebb... Ami... ott van! Typo neked, balra. Kerül, megy körbe. Jó, visszafordult, menj be a házászlóhoz. Jön. Ne fordulj meg! De bazd meg! Itt van, nem messze. Nekem te nem mondjad meg, hogy az messze van, jó? Légy szíves. Majd én I see the design! Rávarom a nyelvére, mikor mondja, hogy most. I see the design! Scheisse! Anulu. Jaj, neki osztad belőle. Typo, te hogy állsz anyagilag? Typo. Péter Appen. Mond. Na, eszik. Te hogy állsz anyagilag? Előkerült a Kinder Maxi. Kinder Maxi, minél a csörgés ez erre. Nem, maradj már, 147 ezben van. Refplay videó. Refplay.hu. Eredeti játék a kolcsóban. Anyád se szeret. Leraktál 3 darab szélerőművet, úgyhogy egyiket sem toltad. De mind megvan. Csak nincsen. De nem látod. Mert mindegyiknél 4. Miért? 4 ezért van. Hát igen, de nem 4 a maximum, hanem 26. Mi 26? Hát 26 darab propellert lehet egyre rárakni. Tényleg? És hova rakjam? Árulnál. Hát azt a földutat tudod húzni tovább, és akkor tudod rakni tovább. De nem akartam, igen. Érted? Hát jó, ezt nem. Hát de most leraktál 4 darab gyárat egymás mellé. Figyelj! És ugyanazt csinálja, mint... a szádat! Azért nem olyan rossz ez. Érje Áron, az én kedvencem amúgy az, amikor a streamekben coveribe ilyen 2-3 hónaponta olyan szintű stressz gyülemlik föl, hogyha bármi olyan történik, ami neki nem tetszik, elkezd rohadt keményen káromkod, meg szitkozódni. Igen. És általában hát, azt mi szoktuk meginni a levét ezeknek. Van egy ilyen... Jaj, mindjárt könnyezek. Van egy ilyen épületem, hogy Helios. De tényleg már, előfordult kb. Mit tudom én, 5 év alatt 2-szer. Ez milyen havonta meg 2 havonta? Ki írta ezt a kommentet? 2-3 havonta.
Dehogy is, miről beszéltek? Nincs egy izé, nincs egy semmi. Egy rohadt Mozambik. Jó, ez a City Skylines. Kedvencem vagy, Zsozé. Addig volt ez feelinges így este autókázni, míg a körforgalom után Bambi szét nem fejelte az autót. Tehát így addig jó pofa volt, utána már így annyira nem vágyom. Bambi? Tényleg elé jött az őzike? Elé. Ja. Felénk is rengeteg Bambi is. De nem ezt az autóhoz. Azt hittem a Bambira, hogy valaki megfejelt az autót. A körforgalom után, érted? Mint hogyha érted, várta volna, hogy jövök. Várt, és így most! És most még nem megy gyorsan, paf! Hát mondom, azt nem hiszem, mert az ott feküdt, ugye, az úton áll, mondom, mi a felén csinálja. Kiszálltam, megnéztem, mondom, ezért betörve. Mert megfordulok, persze, fölállt, rám nézett, és elszaladt. És akkor hát hívtam a rendőrséget, mondtam, hogy hát mi történt. Nézd a rendőrséget, rendőrség, molesztált az autómat. Nem, hát beültem az autóba, és akkor megnéztem gyorsan, hogy mit kell csinálni. Rögtön ilyen három ilyen sztori, hogy hát megtaláltak utána, mit tudom, mennyit kell fizetni, mert a vatkár, meg mit tudom, jó, oké, a rendőrség. Fölhívtam, ügyeletes tiszt. Tessék, volt hajna három, tessék. Hát mondom, elütöttem egy őzet. Igen, nagyszerű. Hát mondom, hogy annyira hátjön, ez az igazi magyar. Igen, gratulálok, ezért hívtál fel. Igen, és akkor így... Jó, azt hitt el akarsz neki dicsekedni. Mondom, hogy... Szerintem már valami dolgot is mondasz. Hát mondom, de hát, hogy nem tudom, hogy mi lett. Ja, és maga jó van? Hát jó, autó működik. Mondom, persze, az egyik fényszoró az összetört. Nem mondom, rendben. Jó, hát menjen haza. De hát mondom, hát hívtam önöket. És mit vár tőlük? Megkeressük. Menjen haza, majd holnap szólok a vadászoknak, hogy történt, ilyen, ha látják. Amúgy igaza van, hát most... Menjek haza. De ezt akartam mondani, hogy most a tész... És kijön ilyen helikopter. Felhívt a szerencsét, akkor így tudod, így alszik, fel kell a szépen, és akkor így... Való, elütöttem egy érzet. 15-26-osnak, és akkor megjönnek így a kereső helikopterek, ilyen lámpákkal, ezzel a izé... fákjával, tudod, bejelölik az utat, elkerítik. Meg jön a érted. Szallagon, tudod, egy ilyen nyalokkával a szája, egy ilyen kopasz fickó kocsák. Mi a tényállás? Innen átveszünk, tudod, innen átveszünk, és közben a háttérben vált a kép, hogy jön a Bravo 6 Going Dark, és akkor a Night Vision a szemüveget. Igen. És akkor jön a télapó, és egy részbarakba hiányzik. Rudolf, nem láttátok Rudolf? Igen, már visznek is el. Hát ez, figyelj, mikor a biciklist... Újraélesztik Rudit. A biciklist elütöttem. Ki visz így ki a csomagokat? És majd így beleszagol az ürülékbe, és így nem jár messze. Nem így megkóstolja. 50 kilométer, ha egy ősz 22 per hány kilométer per órával fut. Ez az ősz, ez körülbelül 40 perce lehetett. Úgyis ott tetsz ütöttem el. Mondom, 40 perc. Tutira ez történt. Volna. A Typo minimum azt várta, hogy egy ilyen Call of Duty-s osztagot, egy ilyen SWAT egyesületet, mikor betörnek a lakásba, így mennek be az őzikének az odujába. A kornereket nézd meg, pitét szeletelve. 8000 a fényszóró. Az őznek tuti odúja van, meg fészk. Oda rakja az ősz tojásokat. Ja. Na jó van, srácok. Na bár egy élvezet volt, és egy élmény volt. Várja, nem sorsolunk? De, figyelj! Mit tapsikolsz? 3-4 perc kell még Szininek, hogy összesítse az eredményt. Van itt miskolci bogár, meg miskolci kutya, meg miskolci bolti eladó, meg miskolci egészségügyi ellátás, miskolci kábeles internet szolgáltató. Miskolc. Lopár.